Idén ünnepli 10. születésnapját a kerti kör. A 10 évvel ezelőtti tagok ugyan már teljesen lecserélődtek, de a mai tagok is éppen úgy szeretnek alkotni, mint elődeik. Az amatőr képzőművészeti kör munkáiból nyílt kiállításon főleg csendéletek láthatók. 10 éve alakult a kerti kör, egy váratlan indítatás volt, ez egy hirtelen ötlettől vezérelve. Adott volt egy műterem otthon a házunknál, és én magam is úgy gondoltam, hogy fejlesztenem kell saját magamat, és azt úgy gondoltam, jobb lenne, ha többen csinálnánk. Jobb hangulatban, több, mint egymástól tanulva. És akkor én ezt meghirdettem, és általában felnőttek jelentkeztek. És 10 éve működik a szakkör, a kör, változnak a tagok, de ez nem baj, az a lényeg, hogy él a szakkör, csendéleteket rajzolunk, portrékat rajzolunk, festünk, különböző technikákat gyakorolunk, akvarellel festünk, akrillal festünk, néha egy kicsit olajjal is festünk, pasztellel, olajpasztellel, porpasztellel, szénnel, hát ami a spektrum felől el, azt megpróbáljuk megcsinálni. A szakkör tagjai a legkülönfélebb területeken dolgoznak, de egy az mindenképpen közös bennük, hogy képzőművészeti alkotásaikkal próbálják kifejezni magukat. Sokukat az motiválja, hogy munka után kicsit kikapcsolódjanak. Csendéleteket látunk, nagyon sok csendéletet, meg hát tipikusan olyan munkákat, amiket szakkörben szoktak a felkészülés, a stúdiumok részeként végezni, és akkor ezeken keresztül mi is betekinthetünk, hogy hogyan is zajlik a szakkörben a munka, hogy miért is készül olyan sok csendélet. Ugye itt sok gyönyörű csendélet látható a kiállításon. Hát ezek nagyon fontosak. Egyrészt nem csak azért, mert ugye nem szalad el, meg nem mond el semmit ez a műfaj, hogy csendélet, hanem azért is, mert az almák mögött ott vannak gömbök, ott van az almákban ugye a csillogás, nagyon fontos része a művészetnek a fény, hogyha nem a legfontosabb. Tehát itt színek, formák, fények használatával barátkozhatnak meg a képzőművészek. A Kerti Kör őszi tárla című kiállítását minden érdeklődő megcsodálhatja a Vár földszinti kiállító termében nyitvatartási idő alatt, vagyis a hétfő kivételével minden nap reggel 9 és délután 5 óra között.